Ezeket az ismeretlen jótevőket, azaz az ápolókat ismerték el csütörtökön Egerben. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves megyei területi szervezetének rendezésében Florence Nightingale születésnapja és ezzel együtt az ápolók napja alkalmából ismerték el a szakterület Heves megyei dolgozóit. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Nem gondoltam volna, hogy ilyen díjat fogok kapni, és hát nagyon hálás vagyok érte. Az ünnepségen elhangzott, az elmúlt több mint egy év nagy terhet rótt az egészségügyben dolgozókra, akik mindent megtettek a betegekért és helytálltak a mindennapokban. Éppen ezért jelentős az elismerésük. Nagyon megható és nagyon meghatott, hogy ezt a díjat megkaphattam. Én nagyon szeretem a munkámat, és ez számomra nagyon nagy elismerés, hogy ezt így értékelik is. Engem mindig is motivál, minden nap úgy kelek föl, hogy segítségére legyek a betegeknek, kollégáimnak, úgyhogy ezt továbbra is ugyanazt fogom tenni, mint eddig, teljes szívvel, lélekkel végzem a munkámat. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves megyei területi szervezete az ápolók napi elismerések mellett a közelgő Semmelweis nap alkalmából is kiosztotta elismeréseit. Mi évente megrendezzük az ápolók napját, és mindig május hónapban a Florence Nightingale születésnapja alkalmából, de természetesen a járványügyi helyzet mindent felül írt, így tavaly nem tudtuk megtartani, két alkalommal kellett elhalasztanunk, és itt van ez a lehetőség, és értünk azzal, hogy minél előbb tartsuk meg az ünnepséget, hisz nagyon hiányzik a szakdolgozóknak, hogy együtt legyünk, és hogy ünnepeljünk, és ezt most sikerült megvalósítani. Az elnök hozzátette, hamarosan a legtöbb ápoló nyugdíjba megy, ezért nagyon fontos lenne az utánpótlás erősítése. A díjátadást követően szakmai előadásokon vettek részt az ápolók, melyen szó esett többek között az asszisztensi munka jelenéről és jövőjéről, valamint a laboratóriumi vizsgálatok betegellátásban betöltött szerepéről is.